Na, Nagy Kanizsán beértünk a piac térre. Hát ott már sokan voltak, mi is oda kerültünk a többi közé. Néhány katona őrizett bennünket, nem volt túl rossz katona körülöttünk. Hát ilyen őrszemek voltak. Ott várakoztunk, kaja persze nem volt, akkor már két napja ügyetett előtte éjjel, amit, előtte nap, amit ettünk, vagy az nap, amit ettünk a pörköltet, azon ugye előtte már nem ettünk két napja. Hát nem adtak ott semmiféle kaját. Este négy felé jöttek, és ezeket a népegyenruhás oroszok kiszedték közül, és azokat elvitték. És volt egy katona, vagy egy kollega, aki tudott jól oroszul, az megkérdezte, hogy ezeket hova viszik. Mondta az orosz katona, hogy ezeket az, hogy agyonlövik, vagy felakasztják, már ezek hazárulók. Ott voltunk egész éjjel, piac téren. Másnap reggel elindultunk gyalog. Gyalogoltunk, elmentünk Inkéig. Inkénél megálltunk, ott, ahol valamikor összeszedtek bennünket, és megalakították a 204-es, 215-ös erőt zászlóaját. Ugyanazokba a marhaistálókba kerültünk. Éjjel zárták az ajtókat, éjjel nem szabad kimenni, de különösebben nem ellenőriztek bennünket. Ilyen 6 vagy 8 katona volt, de akkor voltunk, vagy körül már, akiket kísértek. És elmentünk, éjjel ott, másnap elmentünk Iharos Berény szélén a mezőn, drót hálóval, szöges dróttal elkerített hatalmas terület volt, amelyik tele volt mindhadi foglyokkal. És oda betereltek minket az összes többi hadifoglyokat, és akkor voltunk. És akkor jött egy vonat, ott volt egy állomás létesítve, egy vonat, 10 vagonnal, vagy 8, és akkor naponta háromszor fordult a vonat, vagy három vonat jött, három vonat jött el onnan a népet Bajára. Egy Iharosban mi is sorra kerültünk, másnap elmentek bennünket Bajára, már akkor zárt vagonokba, tüskés dróstal behúzott, beszögelt ablakokkal. Bementünk Bajára, Baján egy hatalmas nagy, több tízezres hadifogolytábor volt, hatalmas nagy barakokkal. De ott senki név szerint, vagy ezért szerint senki nem foglalkozott senkivel, ott volt a tábor. Ott voltunk három napja már. Reggel sorakozó volt, napközben meg se számoltak bennünket, reggelenként adtak ilyen kaját, babot, ilyen babfőzelékszerűséget, ilyen sűrű babfőzeléket adtak, majdnem minden reggel az volt, meg egy kis szelet kenyeret. Kísérjöttek. Reggel, egyik reggel sorakozónál jött egy öttagú bizottság, végigment a sorok előtt, és akinek jó ruhája volt, meg fiatal volt, azokat kiszedték a sorból, és félreállították. Hát összejöttünk olyan 7-800 körül akkor nap. És akkor jött egy magyar őrnagy, és megkérdezte, hogy
ki az, aki vállalja, hogy a magyar hadseregbe a németek ellen harcol. Aki akar, az most szabad, mehetünk és megyünk Debrecenbe, és megyünk a németek ellen harcolni. Tehát be lehetett állni az oroszok mellé? Be lehetett állni. Na, hát akiket kiválogattak, szinte néhány kivétellel, mindenki azt mondta, hogy oké. Akkor hát, hogy akiket kiválogattak? Hát mondom, hogy akinek jó ruhája volt, jó cipője. Ah, tehát aki még alkalmas volt. Tehát fiatal volt. Hát nem volt rongyos, hát az olyan, aki egy rendes, normál katonának nézett ki. Hát, én előtte talán két hónappal cseréltem új ruhát, bakancsot, tehát mindenem szinte új volt. Követtek bennünket ott egy külön barakba, éjjel külön barakba. Hát akkor téged is kiválasztottak. Engem is kiválasztottak, és akkor egy külön barakba vittek bennünket. Nagyon szép idő volt, másnap reggel. Ezt az egész csapatot kivitték ott a barakok, illetve a tábor mellett volt egy ilyen füves rét, kaszáló. Ez volt egy hosszú asztal, ilyen kecskelábú asztal leperedve, és az amellett ült magyar tiszt, német tiszt, civil. És akkor sorba kellett állni, és mindenkit egyenként mesztelen a devet köztettek, és megsoroztak. Egy magyar orvos és egy ruszki orvos, katonaorvos, egy százados, egy ruszki katona orvos százados sorozott bennünket. És aki bevált, azokat külön felsorakoztatták, felöltöztünk. Aki tudták, hogy nem, azt külön állították, és azokat külön bevitték. Tehát megint megismételték, hogy akkor megyünk-e, mondtuk, hogy igen. Bevittek bennünk külön barakba, még egy külön drótkerítéssel, az a barakkel is volt választva, többi 100 vagy 50 baraktól. És ott voltunk 4 nap. Negyedik nap sorakozó, megyünk, felsorakoztattak bennünket, és kimentünk az állomásra. Bevagoníroztunk az állomáson, és jött ez az ütögető a kereket, aki kocsi vizsgáló, aki a kerekeket vizsgálja, és adtáltam a vagonajtajába. Belül nem volt becsukva a vagonajtó még akkor, bár az már fönn volt az ablakon, drótháló volt, de vagy beszálltunk, nem húzták rá az ajtót, amíg el nem indultunk, nyitva volt az ajtó, bármikor le lehetett volna lépni róla. Hát a rossz katonákat álltak, de ettől függetlenül nyugodtan le lehetett volna lépni. És kérdeztem tőle, hogy hova megy a rogat. Mondta, hogy hát ez nem megy Debrecenbe, hanem Temesvárra. Átvertek titeket? Átvertek. Mondom a srácoknak, hogy jó, a kurva élet, gyerekek, baj van. Szóval ez az űrge, hogy Temesvárra megy a vonatunk. Elmészetlóban, hát mindig ez ilyen vészmadár vagy. Hát, ha már Debrecenbe mentünk, akkor vegyünk, akkor ott besoroztak bennünk, hát akkor miért mennék Temesváron? Na mindegy, elindult a vonat, és mentünk. Első éjjel az egyik vonaton valahogy sikerült nekik felszedni a vonatnak a padlóját, és 35-en voltunk egy vagonba, minden 35-en megszöktek. Tudod, lassított a vonat, ugye, és alul kicsúsztak ezekből a vonat alá, hogy ezt meg tudja csinálni. Meg tudta, hogy ezt csináltak. Piszak nagy ribérió volt, mert a következő állomása reggel, amikor megálltunk, ugye kiderült, hogy egy vagon üret. Ez nem az a vagon volt, amiben te utaztál? Nem. Akkor én is kimentem volna. Igen. Talán 2 vagy 3-mal előttünk. Az az egyetlen vagon volt, aki megszökött. És akkor elmentünk Rumlikul szarába. Ott egy ilyen nagy laktanya volt. Oda bementünk, akkor
semmiféle nyilvántartás nem volt, csak egyes számú voltunk, kettes, hármas, tehát 35-ösével felsorakoztunk, megfürödtünk, pihentünk, másnap bevagonéroztunk már széles nyomtávú vasútra, és akkor széles nyomtávú vasúttal mentünk, kivittek bennünket Kievbe. És tulajdonképpen akkor ez az átverés, ez az arra volt jó, hogy a jó fizikumokat vigyék el? Hát arra volt jó, hogy a jó fizikumú, jó öltözetű embereket vigyék el. Bár és az is lehet, mit csináltak? Bár az is lehet, hogy hát később változott meg az, hogy mégse kellett. És a többi? Hát a többi ott volt, és aztán folyamatosan adták őket valóba, és egész szeptember 15-éig, hát ugye mi áprilisban mentünk ki, egész szeptember 10-éig vagy 15-éig szállítottak ki. Uh-huh. Tehát ott, ami ott volt, több tízezer embert onnan elszállítottak, hogy folyamatosan volt a szállítás. Ahogy vagonok voltak, folyamatos volt a szállítás. És akkor Kijevbe rovanyíroztunk ki, május 3-án vagy 4-én egy 7612-es láger, egyes számú lágerébe. Uh-huh. Az egy traktorgyár volt háborúban. Annak a műhelyeiben, ami még megmaradt műhely, azokba laktunk, és ott Darnicán, Kijevnek ez egy külváros, a Darnica, ott az állomáson építettünk házakat, különböző ilyen vasúti építményeket. Hiszen egy évet voltunk ott, aztán kiürítették ezt a traktorgyári részt, mert kezdték visszatelepíteni a traktorgyárat. Akkor átvittek bennünk a 25-ös lágerbe, szintén ez a 7062-esnek a 25-ös lágere volt. Az a Darnica partján, ez egy fűrésztelep volt. Ott dolgoztunk a fűrésztelepen 47 tavaszáig. 47 tavaszán azt mondták, hogy jövünk haza, és akkor bevittek bennünket Kijevbe a 4-es lágerba. Az, a 4-es láger ez egy hatalmas nagy, több ezres vagy tízezres láger volt, még az első világháborúból maradt ott, az első világháborúba építették, szintén hadifogoly tábornak. Ilyen 20 méter hosszú, ilyen 5 méter széles, földbevájt lukak voltak, egy olyan fél méter át ki a földből, ott volt üveg, és akkor a teteje meg le volt földelve. És akkor lépcsőn kellett oda lemenni. Jó, büdös volt, vizes, ott voltunk, és akkor májusban megkezdődött a hazaszállítás. A negyedik vagy az ötödik transzport volt, amikor mi sorra kerültem. Szeptember 4-én indultunk el Kijevből, és 11-e körül, 11-én értünk Fogsányiba. Fogsányi az egy ilyen átrakódó terület volt, ahol név szerint adtak el át bennünket, de igaz, hogy végeredményben 45 szeptemberéig nem volt név szerint nyilvántartás. Uh-huh. 45 szeptemberében fektették fel a név szerinti nyilvántartást, de akkor írták, apja nevét tartják nyilván, hogy ki az apja, aztán hány volt fődje van, hány tyúk, hány liba, hány ló, minden ilyet, és hát főleg az, hogy hol volt katona,
Volt-e a Szovjetunió területén, milyen alakulatnál szolgáltat, ezeket mindent ott konkrétan nyilvántartásba vették. Attól kezdve mindenkit már eszerint tartott nyilvántartás. Utána már többet nem lehetett eltűnni, hogy eltűnt, hanem akkor már nyilvántartóak voltak. Ott ennek a nyilvántartásnak alapján adták át a magyaroknak a foglyokat, és akkor ez olyan két fennhatóság alatt volt, tehát a ruszkik is, meg a magyarok is ott végeredmény volt, adták, vették át a foglyokat. Ott voltak a ruszkik, azok is az átvételnél is, meg a hazaindításnál is ugyanúgy itt voltak. A hazaindítást elvileg már magyarok végezték, de hazaindításnál is ugyanúgy voltak a ruszkik. De hazafelé bennünket már magyar katonák kísértek. Tehát amikor fogságjából elindultunk, volt vagy 16 vagonos volt a szerelvény, már nem emlékszem, leszem 6 vagy 8 katona, fegyveres katona kísérte. De végül is mennyi ideig voltál fogságban tulajdonképpen? Hát végeredményben április másodikától 47... 44 áprilisától? 45. 45 áprilisától 47. szeptember 23-án, 26-án bocsájtottak el Debrecenbe. Hát végül is két évet dolgoztál ott a fűrésztelepen. Ott végig ott voltad a fűrésztelepen? Hát mondom, hogy először az ezen voltunk, az egyesbe, utána ott voltunk mennyi a fűrésztelepen. De mondom, egy évet közel dolgoztunk a fűrésztelepen, illetve az egyesbe, és akkor ott megkezdték alapítani, tehát visszaállították a traktorgyáraton, a minden, amit fogjuk, elvittek, és akkor kerültünk a 25-ösben a fűrésztelepre, és akkor ez volt 46 ősze körül, és akkor 47 tavaszán vittek bennünket be Kijevbe a 4-esbe, és akkor ott tavasztól addig, amíg szeptemberig, amíg be nem vezetek Kijevbe, és ezért dolgoztunk addig építkezésen. És mit akartam kérdezni, hogy végül is hogy telt ott egy nap a fűrésztelepen, hogy hát mennyit kellett dolgozni, vagy mi volt ott a ritmus hát a dolgoknak? Egyesben ott hát ilyen építőipari munkát végeztünk. Ez volt követ hordtunk, téglát, hát kevertük a betont, kevertük a martát, tehát egy építőipari, de a civilekkel együtt. Tehát ha magyar, ha olyan volt, aki ács vagy kőműves, az ha akart, dolgozott a szakmájában, hát ha nem, akkor maradt velünk, és hát akkor a ruszkik felügyelete mellett ők voltak a mérnökök, a művezetők, meg hát a melósok egy része is civil volt. A fűrésztelepen a gépkezelők, meg ez a személyzet, az ruszki volt. Mi hordtuk be azért a fát csillével a fatelepről, illetve a folyóról tutajjal hozták oda a fákat, és akkor volt egy drótkötvénypálya kiépítve a folyótól, odaúsztatták a futajt, a tutajt megbontották, és akkor a drótkötél tutajt bontották szét, akkor is akkor egyenként a drótkötélpályára belevertek egy láncot, egy ilyen hegyes özőt, egy láncot, és akkor ráakasztották a drótkötél pályára, és akkor a drótkötél húzta föl. Akkor a drótkötél egy darab ugye szögbe ment föl, és utána egy egyenes, hosszú egyenes rész, 200 méter vagy még hosszabb is, egyenes rész következett. És akkor oldalt voltak a farakások, meg volt jelölve, hogy átmérő szerint, hogy 14-es, 16-os az átmérője, 30-as, 32-es. És akkor volt egy csaj, aki
kövezte a fákat. Amikor odaért, akkor kövezte, és ráírta a végére, hogy mi az átmérője. Mm-hmm. Tehát ugye mi leolvastuk az átmérőt, és akkor ott ütöttük le a láncot, ahol kell, és akkor bedöntöttük, és ott legurult az éve. És akkor onnan ilyen kis csillével szállítottuk be a fűrésztelepre a fűrészekhez. És akkor minden nap kellett dolgozni, vagy volt az ilyen, hogy... Hát az egyesben ott csak sima napi 8 óra munka volt, hát ugye az...